Külhoni betegek, a határon túli magyarok a Szabolcs megyei kórházakban is gyógyulhatnak támogatással, de sokan akár fizetnek is a diagnosztikai vizsgálatokért és a sebészeti beavatkozásokért. Új program indul, maximum 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást biztosít az állam családi házak energetikai korszerűsítésére és felújítására. Haszonszerzés fondorlattal, porraloltókat és más tűzvédelmi berendezéseket adtak el Csalók Máté Szalkai vállalkozóknak. 30 millió forinttal támogatta külhoni magyarok anyaországi gyógyulását az állam az elmúlt évben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A határon túli magyarok a Szabolcs megyei kórházakban is gyógyulhatnak támogatással, de sokan akár fizetnek is a diagnosztikai vizsgálatokért és a sebészeti beavatkozásokért. Nem egy esetben külhoni magyarok életét mentették meg a hazai kórházakban. Keveset még köhög. Apetit? Eszik csak, nem iszik. Ez a másfél éves kisfiú 745 grammal született, koraszülött volt, légzési, nyelési problémákkal sokat jártak orvoshoz otthon Kárpátalján, de a gyerek állapota nem javult. Az édesanyja úgy gondolta, a kisvárdai kórházat választja inkább. Ott nem tudok ilyen gyerek se hitni. Ő nem tud, ez gyerek nem is akart, hogy mondtam, hogy gyerek fog meghalni, és azért ide jöttem, és itt nekem se hitni, és gyerek él. És gondolom, hogy minden jó. A kisfiú légzési problémái megszűntek, és a gyermek rehabilitációs mozgásfejlesztésnek köszönhetően egyre mozgékonyabb is. A kisvárdai kórházban nem egyedi az eset. A határon túli kisgyerekek gyógyítása mindennapos az intézményben, és a szülészeti osztályon is mindig vannak Ukrajnából érkező kismamák. A kisvárdai kórházban a szülészet jól felszerelt, a baba a mamával lehet az első perctől kezdve, ezért is szeretnének itt szülni a külhoni anyukák. A sürgős eseteket a kórházaknak kötelessége ellátni, de a külföldi betegek vizsgálatokért, sebészeti beavatkozásokért is felkeresik a magyar kórházakat, és kifizetik az ellátást, kivéve, ha van tajkártyájuk. Kárpátaljáról azért naponta biztos, hogy 3-5, mit tudom én, hurutosabb szezonban vagy több, a kórház szerte, most nem a gyerekosztályról van szó, kórházunkban jelentkeznek betegek ellátásra, egyrészt sürgősségi ellátásra, ez mindig kiszámíthatatlan, ez aktuálisan tűnik, illetve van, aki eleve a gyógykezelését, vagy a kivizsgálását, diagnosztikus vizsgálatokat kórházunkban szeretné elvégeztetni. Szabolcs megyében a Kisvárdai és a Nyíregyházi József András kórházban is gyógyulhatnak külhoni magyarok. Az állam az elmúlt évben 30 millió forinttal támogatta a környező országokban élő magyar betegek anyaországi gyógykezelését. Abban az esetben kérhetnek segítséget a Kőszikla alapítványon keresztül, ha otthon nehezen vagy egyáltalán nem férnek hozzá a korszerű kezelésekhez. Az a tapasztalatunk, hogy Kárpátalján nagyon-nagyon rossz az előzetes megelőzés egyrészt, tehát sok olyan betegség van, ami megelőzhető lenne. Sajnos ugye a védőoltások egy részét sem kapják meg, és a másik pedig az, hogy a diagnózisok sokszor tévesek. Sokszor súlyosabbak, mint a valóság. Van, amikor pedig, majdnem azt mondom, hogy ha nem is tudatosan, de nem ismerik fel a betegségeket, sokszor előről kell kezdeni a diagnózissal, és utána pedig a terápiával a dolgokat. A betegséget feltáró és azonosító diagnosztikai vizsgálatok mellett operációkat, szívműtéteket is finanszírozhat az állam, a költségeiben drágább sugár és kemoterápiákat viszont nem. Maximum 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást biztosít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium családi házak energetikai korszerűsítésére és felújítására. Az 5 milliárd forintos keretösszeggel induló felhívásra július 1-től lehet benyújtani a pályázatokat elektronikus úton. A 2014. szeptemberében indult Otthon Melege program eddig közel 17 milliárd forint keretösszegben biztosított támogatást, melynek eredményeként a kormány beszámolója szerint mára több mint 85 ezer háztartás energiahatékonysága javult. A mostani támogatás az elszámolható költségek 40-55%-ára igényelhető, a támogatás maximális összege 2,5 millió forint. Ez a program az 1995 vagy 1995 előtt épült családi házakra vonatkozik, amelyek 135 négyzetméternél kisebbek, és vállalják azt, hogy energetikailag fejlesztenek. Milyen fejlesztés ez?
külső szigetelés nyílászáró csere, a fűtési rendszernek a felújítása, cserélése, utalnék a kondenzációs kazánokkal kapcsolatos problémakörre, sokan most ki tudják cserélni, és harmadik elemként pedig maga a megújuló energia, napelem, napkollektor. Ebben a 65 négyzetméteres újfehértói házban egyedül neveli két gyermekét Verdes Viktória, aki azt mondta, szeretné kihasználni az új pályázat lehetőségeit. Nem működnek a hajtókarok, illetve a fa anyag miatt el van vetemedve sajnos, úgyhogy már a szigetelése is elég rossz. A házat 2003-ban részben felújították, azonban a nyílászárók cseréjét már régóta tervezik. A pályázati lehetőség most egy komplexebb felújításra is forráshoz juttathatja az egyedülálló anyát. Korábban a ház egy nagyobb felújításon esett keresztül, 2003-ban viszont akkor mindent nem sikerült megcsinálni. Most nagyon aktuális lenne a nyílászáróknak a cseréje, amin korábban is már tervben volt, viszont a pályázati lehetőség jó alkalmat adna arra, hogy a szigetelést is javítsuk a házon, illetve a napelem szintén egy-egy fontos dolog lenne. A támogatási kérelmeket a pályázati portálon keresztül elektronikus úton nyújthatják be az ügyfelkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyek 2016. július 1-től a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. A pályázati útmutató április 7-től csütörtöktől tekinthető meg a kormány.hu weboldalon. Poraloltókat és más tűzvédelmi berendezéseket adtak el csalók mátészalkai vállalkozóknak. Azt állították, hogy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak dolgoznak. A valódi tűzoltók arra hívják fel a figyelmet, hogy munkatársaik soha nem fogadnak el készpénzt, és nem kínálnak eladásra tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket. Itt, mátészalka belvárosában vannak azok a vállalkozások, amelyeket a csalók felkerestek. Jártak zöldségesnél, bababizományisnál, pékségben, butikban és egy méteráruboltban is. Szerettük volna a tulajdonosokat megkérdezni, mi történt, de nem akartak nyilatkozni. Az igazgatóság egyelőre csak néhány vállalkozás átveréséről tud. A csalók a katasztrófavédelem hatósági osztályára hivatkozva keresték fel a cégeket és jelezték, hamarosan tűzvédelmi ellenőrzést tartanak a telephelyen, majd a piaci ár többszörösért akartak eladni, vagy éppen el is adtak tűzvédelmi berendezéseket, tűzoltókészülékeket. Jóval több lehet az érintett, hiszen akadhatnak még olyanok, akik nem jelentették a csalást. A katasztrófavédelmi igazgatóság arra hívja fel a figyelmet, munkatársai egyenruhában, szolgálati jelvénnyel felszerelve és igazolvánnyal, megfelelő dokumentumokkal járnak ellenőrizni. Egyik esetben sem kínálnak tűzoltókészülékeket eladásra, karbantartást sem végeznek, illetve ilyen formán ugye forgalmazást sem bonyolítunk le. Mindenképpen csak az ellenőrzése a célja egy-egy ilyen látogatásnak. Egyébként az egyenruha mellett jegyzőkönyv is készül, amelyet iktatószámmal, illetve pecséttel láttunk el, valamint egyik esetben sem veszünk el pénzt, hiszen akár helyszíni bírságról, akár pedig hatósági eljárásról van szó, minden esetben egy bankszámla számlára kell, hogy átutalják a bírság összegét, illetve a helyszíni bírság esetén pedig ugye a csekken is szerepel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bírság számlája. A visszaéléseket elkövetők egyelőre ismeretlenek, tettük oka feltehetően haszonszerzés. A katasztrófavédelem kéri, hasonló esettel, visszaéléssel kapcsolatosan értesítsék a rendőrséget. Az országban egyedül a Debreceni Egyetem egészségügyi kara indít egészségügyi tanárképzést a következő tanévben. Ezért rekordszámú jelentkező adta be papírjait a Nyíregyházi intézménybe. Az új szak miatt 200-zal nőtt a jelentkezők száma a karon. Jogot tanulnak a diákok a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. A Nyíregyházi intézményben a következő tanévben biztosan többen fognak ülni a padokban. 30%-a többen jelentkeztek első helyen most, mint egy évvel ezelőtt. Ennek egy egyedülálló szak az oka, amiről szerdán az egyetem oktatási rektorhelyettese beszélt. Van nekünk egy új szakunk, ami az országban csak itt van, mi kezdeményeztük. Mi létesítettük ezt a szakot, az egészségügyi tanárszakot, és ez annyira népszerű lett, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy hatalmas siker ez az új szak az egyetemen. Változott a közoktatási és a szakképzési törvény. Eszerint már csak tanári végzettséggel oktathatnak az egészségügyi szakközépiskolákban is. Ezt a változást elsőként használta ki a nyíregyházi kar, ezért jöhet rekordszámú hallgató az egészségügyi tanárszakra.
Az államilag támogatott képzésre 207-en jelentkeztek, első helyen 159-en. Összességében elmondható, hogy a karra a tavalyi évben a jelentkezők tavalyi évhez képest a jelentkezők száma 200-zal növekedett. Számokban ez azt jelenti, hogy míg tavaly 1458-an adták be jelentkezésüket az egészségügyi karra, addig most 1661-en. Népszerű szak a már említett egészségügyi tanár mellett a mentőtiszti és a szülésznői képzés. Két vidéki karunk parádésen szerepelt. Tehát ez azt jelenti, hogy a székhelyen kívüli képzéseink is jók. 30%-kal nőttnek Böszörménybe is, és Nyíregyházára is a jelentkezők száma. Összességében a Debreceni Egyetemre idén 15.302-en jelentkeztek, köztük 8.696-an első helyen. Ezzel az ELTE után a második legkeresettebb lett az országban. A központosítás óta kaotikus állapotok uralkodnak a hazai közoktatásban, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján az országgyűlés szocialista alelnöke. Hiller István szerint az iskolákat fenntartó klik egyértelműen megbukott, és a kormány minél tovább húzza megszüntetését, annál több kárt okoz a tanároknak és a gyerekeknek. Az ellenzéki politikus javaslata, hogy legalább a nagyobb városok kapják vissza iskoláik működtetésének jogát. Azt szeretném, hogyha a magyar értelemben vett nagyvárosok, megyei jogú városok, így például Nyíregyháza ismét megkapná az iskola fenntartás jogát. Azt szeretném, hogyha ehhez a kormányzathoz párosult finanszírozási megállapodás jönne, és hogyha erről Nyíregyháza város önkormányzati testülete többségi határozattal döntene. Tudom, hogy más városokban is ezt forgatják a fejükbe, mert sokkal jobb helyben dönteni a helyi dolgokról, mint egy budapesti irodaépületből. Úgyhogy Nyíregyházának őszintén szeretném és kívánom, hogy rövid időn belül ismét iskolái legyenek. Korlátnak ütközött egy személygépkocsi csütörtök délután Napkor és Nyírtura között a 403-as elkerülő főútvonalon. Az autó vezetője elvesztette uralmát a jármű fölött, amely előbb a baloldali, majd aztán a jobboldali korlátnak csapódott. Személyi sérülés nem történt, de a kocsi totál károsra tört, és a korlátban is jelentős anyagi kár keletkezett. Hiány szakmában hirdet versenyt a tanulóknak egy nyíregyházi cég, a megye legkreatívabb ipari gépészeit keresik. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Három érmet szereztek a nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola tanulói az úszó diákolimpia országos döntőjében. A fiúk 4x50 méteres gyorsváltója a második helyen végzett, ugyanebben a számban a lányok váltója a harmadik helyet szerezte meg. Ugyancsak a dobogó harmadik fokára állhatott fel Sztuhári Jászmin az 50 méteres mellúszás döntője után. Elkezdődött a tavaszi szezon a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságban. A városi stadionban 10 csoportban 113 együttes küzd a bajnoki címekért és a helyezésekért. Hiány szakmában hirdet verseny tanulóknak egy nyíregyházi cég, a megye legkreatívabb ipari gépészeit keresik. A géplakatos hiány szakma ma Magyarországon, az utánpótlási lehetőséget sokan a duális képzésben látják. A nyíregyházi megméretetésre az egész megyéből várják a tanulók jelentkezését, akiknek egy önálló munkadarab elkészítésével kell majd bizonyítani tudásukat. Úgynevezett vákuum elosztó cső készül ennél a munkapadnál. Ez egy olyan gép alkatrésze, amely gumiabroncsokat gyárt majd. A géplakatos hiány szakma ma Magyarországon. Ennél a nyíregyházi családi vállalkozásnál 35 főt alkalmaznak, a legfiatalabb dolgozó 40 éves. Ez is azt mutatja, hogy az utánpótlás szinte lehetetlen. Mi évek óta érezzük ennek a hiányát, hiszen mi javarészt gépész tevékenységet végzünk, géplakatos szakembereink vannak, és a pótolni kellene igazából, illetve erősíteni kellene a kollégáink létszámát, és nehézségekbe ütközünk, mert egyáltalán nem találunk géplakatos szakmai végzettséggel szakembereket. A cég ezért is vesz részt a duális képzésben. Másfél éve tanítanak gyakornokokat. A mesterek abban a reményben foglalkoznak a fiatalokkal, hogy itt helyezkednek majd el.
Az a legfontosabb feladatunk, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, akár vállalkozási szempontból, akár pedig életminőség szempontjából, hogy a szakemberek, a humán erőforrás az itt tudjon maradni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és itt tudjon hozzátenni ahhoz, hogy a megye felemelkedése a lehető leggyorsabb ütemben folytatódjon. Ehhez kell nekünk is felhasználni az Európai Uniós forrásokat, a lehetőséget, és természetesen minden egyéb olyan fejlesztési lehetőséget, amely ebben az időszakban előttünk áll. A nyíregyházi cég azért, hogy felmérje, kik a szakmában a legnagyobb gyakorlati tudással rendelkező tanulók, versenyt hirdet. A megye legkreatívabb ipari gépészét, géplakatosát keresik. A megmérettetés április 14-én lesz, eddig 12 fő jelezte részvételi szándékát. Nyíregyházáról, Nyírbátorból és Kisvárdáról is vannak érdeklődők. A diákok a cég műhelyében készíthetik majd el saját ötletük alapján munkadarabjaikat. Jelentkezni április 13-áig lehet. Egy szolnoki fiú nyerte a vízgazdálkodás szakmacsoport országos szakmai tanulmányi versenyét. A nyíregyházi döntőben 14-en versengtek, közülük 10 olyan jó eredményt értek el, hogy májusban nem kell szakmai vizsgát tenniük. A megmérettetésen résztvevő diákok különböző díjakat, elismeréseket vettek át. A győztesnek Kling Zoltán, a Belügyminisztérium vízügyi koordinációs főosztályának vezetője adta át a kupát. Tavaly már sikerült elérnem az első helyezést Szolnokon, otthon, a CTV döntőn sikerült elérnem. És hát ez egy nagyon elismerő helyezés szerintem, ez az első helyezés. És hát nagyon nehéz el is elhinni, hogy sikerül elérni. Három érmet szereztek a nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola tanulói az úszódiák olimpia országos döntőjében. A második korcsoportos fiúk 4x50 méteres gyorsváltója a második helyen végzett, ugyanebben a versenyszámban a lányok váltója a harmadik helyet szerezte meg. Ugyancsak a dobogó harmadik fokára állhatott fel Stuhár Jászmin az 50 méteres mellúszás döntője után. A miskolci Kemény Dénes sportuszodában rendezték meg a Diákolimpia országos döntőjét, amelyen a megyei finálék, valamint a főváros legjobbjai álltak rajtkőre. A nyíregyházi arany fiataljai 3 éremmel tértek haza Miskolcról. Az első és második korcsoportban vitézkedtünk az idén, ugyanis sajnos azt történt, hogy az A kategóriát a felsőbb kategóriákban ugye egy Diáksport Szövetség egy vonással megszüntette. A második korcsoportosaink viszont teljes létszámmal részt tudtak venni a versenyen. Nagyon jó eredményt értek el. A fiúk 2/10 maradtak le az országos bajnoki címről, ezüstérmet szereztek a 4x50-es váltóban. A lányok meglepetésre ugyanebben a számban 4x50-es gyorsváltóban bronzérmesek lettek, nagyon szép eredménnyel, illetve egyéniben a Struhár Jászmin 50 mellé egy bronzéremig volt jó, 38-0-val új egyéni csúcsot úszott. A váltóval ezüstérmes Barkóczi Roland egy sérülés követően állhatott fel a dobogó második fokára. Nekem volt egy váll és könyök fájdalmam, szóval nagyon izgultam, mert nem tudtam, hogy milyen teljesítményt fogok elérni. Szerencsére 100 mellen 6. lettem, és a váltónak is nagyon örülök, hogy másodikok lettünk. Volt olyan úszó, akiben a váltóban szerzett érem ellenére is maradt hiányérzet. Nem vagyok nagyon elégedett, mert tudtam volna egyénibe is menni, csak nem sikerült a megyei diákolimpián, de nagyon szeretem volna egyénibe menni. A váltóba ügyesek voltunk szerintem. Az intézmény vezetője szerint az úszók az arany hagyományaihoz méltóan szerepeltek a diákolimpián. Az eredményekkel meg vagyok elégedve. Örülök annak, hogy ez a korosztály első-második korcsoport jutott föl most a dobogóra, a dobogó közelbe, mert azt jelenti, hogy az alapjak azok rendben vannak. Azt gondolom, hogy az iskola bizonyos szinten elkötelezett az úszás irányában. Szerkezetünkből adódóan ebben az évben is közoktatási típusú sportiskolai osztályt indítunk, aminek az úszás az alapja, illetve úszóosztályokat, illetve büszke vagyok arra, hogy iskolánk minden tanulója megtanul úszni, és tud hódolni ennek a csodálatos sportágnak. Az aranyos úszók májustól július végéig klubszínekben a Delfin és a Cápa korcsoportban versenyeznek majd tovább. Elkezdődött a tavaszi szezon a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságban. A Városi Stadionban 10 csoportban 113 együttes küzd a bajnoki címekért és a helyezésekért.
A téli szünetet követően beindult a nagyüzem a városi stadionban, hétköznap esténként 6 salakos pályán rúgják a labdát a kispályás foci szerelmesei. A két öreg fiúk csoportban, valamint a 8 különböző erősségű csoport 113 csapatában közel 3000-en sportolnak rendszeresen. A mezőnyben mindössze az A csoport élén álló Red Wolf mondhatja el magáról, hogy veretlenül vágott neki a tavaszi szezonnak. Van olyan csoport, sőt nagyon sok, amelyikben 5-6 csapat még esélyes arra, hogy magasabb osztályba kerüljön, vagy éppen a kiesőknél is ilyen a helyzet, tehát nagyon kiegyensúlyozott a bajnokság, ennek nagyon örülök, színvonalas, hát főleg az A csoport és az öreg fiúk első osztály, itt fantasztikus mérkőzések vannak, nagyon ki voltak már éhezve a csapatok a játékra. Máton Árpád, aki 30 éve játszik a kispályás bajnokságban, elmondta, hogy mi az, ami a futball mellett kicsábítja az amatőr sportembereket a stadionba. Baráti társaságok, ismerősök, munkatársak összejárnak, és gyakorlatilag egy nagy családot alkottak. Aztán, ha a büfében is a stand mellett ott is mindenki megtalál mindenkit, úgyhogy ha nem az életben máshol nem találkozunk, de itt a stadionban igen. A tavaszi szezon június közepén ér véget, azt követően a hagyományos szuperkupán döntik el a csoportgyőztesek az abszolút bajnoki cím sorsát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 30 millió forinttal támogatta a külhoni magyarok anyaországi gyógyulását az állam az elmúlt évben. A határon túli magyarok a Szabolcs-megyei kórházakban is gyógyulhatnak támogatással, de sokan akár fizetnek is a diagnosztikai vizsgálatokért és a sebészeti beavatkozásokért. Nem egy esetben külhoni magyarok életét mentették meg a hazai kórházakban. Maximum 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást biztosít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium családi házak energetikai korszerűsítésére és felújítására. Az 5 milliárd forintos keretösszeggel induló felhívásra július 1-től lehet benyújtani a pályázatokat elektronikus úton. Porraloltókat és más tűzvédelmi berendezéseket adtak el csalók Máté Szalkai vállalkozóknak. Azt állították, hogy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak dolgoznak. A valódi tűzoltók arra hívják fel a figyelmet, hogy munkatársaik soha nem fogadnak el készpénzt, és nem kínálnak eladásra tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket. A Kölcsei Televízió híradóját látták április 8-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk, addig is tudósításainkat, műsorainkat megnézhetik honlapunkon. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, záporokkal. A Kárpát-medencétől északra frontál zóna húzódik, délfelől pedig mediterrán ciklon érkezik fölénk. Emiatt változékony időre van kilátás, többfelé csapadékkal, és tovább gyengül a nappali felmelegedés. Éjjel csak rövid időszakokra szakadozik fel a felhőzet, szorványosan előfordul eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A keleti szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatar környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső, zápor többfelé várható, néhol zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél helyenként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap egyre kevesebb helyen eshet, délutántól főleg nyugaton már felszakadozik a felhőzet, a jövő hét első napjaiban egyre több napsütésben lesz részünk, már csak néhol valószínű záporeső, és ismét melegszik a levegő. A hét közepén átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, több helyütt eleredhet az eső, záporeső, és néhány fokkal visszaeshet a hőmérséklet.